Sziasztok! Ketten fogunk előadni, én Erdős Szilveszter vagyok, ő pedig Fuchs Péter. A Makerspace.hu Nagykovácsi közösségi alkotóműhelytől jöttünk, és sok mindennel fogunk foglalkozni, nemrég alakultunk, de most azért jöttünk el hozzátok, hogy erről a Little Bits-ről meséljünk. Mi az a Little Bits? Azt szokták mondani rá, hogy DIY Electronics, ilyen elektronikai modulok, amiket főleg oktatásra találtak ki, de mást is lehet vele csinálni, ugyanis akár prototípus teszteléssel, tehát bonyolultabb dolgokat is lehet belőle építeni. Gyakorlatilag különböző színű modulok vannak benne, áramforrások, különböző vannak kategorizálva, kapcsolók, érzékelők, motorok, mindenféle dolog. Kompatibilis az programozható Arduino eszközökkel, Makey-Makey-vel, vannak benne ilyen cloud modulok és még zenei dolgok is a Korg támogatásával. Azért nagyon izgi, mert ők csinálták meg, ez egy kanadai fejlesztés igazából, egy kanadai lány találta ki. Ők csinálták meg azt gyakorlatilag először, hogy ezek ilyen mágnesesen, modulárisan, nagyon könnyen összerakhatók, hülye biztosak, nagyon gyorsan lehet vele dolgokat csinálni. Az 5 éves lányom is teljesen rá van izgulva, de a nagyok is, tehát felnőttek is nagyon jól tudnak vele mindenféleket csinálni. Azért jöttünk most el, mert még beszélek arról, hogy mi az a Little Bits Chapter. A Little Bits abban jó, hogy közösséget épít. Tehát a Little Bits, akik kitalálták, nem csak létrehozták ezeket a kis kütyüket, hanem minden jó amerikai ért a marketinghez, és azt mondták, hogy csináljunk egy olyan programot, hogy minden országban legyenek chapterök. Mi is egy ilyen chapter lettünk, ott vagyunk középen, több más városhoz képest, és így segítjük elő azt, hogy az ötletek gyakorlatilag itt készüljenek. Amit ma be akarom mutatni, az egy flipper lesz. Előtte még annyit akartam elmondani, hogy eddig már tartottunk néhány szakkör gyerekeknek, tényleg nemrég indultunk, nagy terveink vannak, cserkésznapot is csináltunk, kitelepülést, minden, de törünk előre, és a felnőtteket is meg akarjuk hódítani. És akkor átadom a szót Péternek, aki pedig erről a flipperről fog egy pár szót mondani. Igen, tehát az volt az ötlet, hogy valami olyat építsünk, ami felnőtteknek is kihívás, illetve hát igen, pontosan nagyon nagy gyerekeknek, mert sokszor, amikor bemutatják a Little Bits-et, akkor azt mondják, hogy hát ez a gyerekjáték vagy gyerekeknek érdekes. Iszonyú izgalmas szerintem felnőtteknek is, csak kicsit emelni kell a kihívás szintet. Tehát gyönyörű volt látni, hogy a gyerekek megépítették a lemezjátszót, és egy olyan technológiát szoroltattak meg, amikről már gyakorlatilag fogalmunk sincs, hogy honnét jött és mit csinál. De igazából azt akartuk, hogy egy felnőtt feladatot is megoldjunk. 4 órát dedikáltunk erre a dologra, és hát egy New York-i hackathon nyertes Little Bit-et alakítottunk tovább, tehát egyszerűen leloptuk a community-től az egyik győztes eszközt. Itt annyi volt a ő nehézsége, aki építette, ez a Steve Young nevezetű srác, hogy ő elment egy hackathonra, ahol állítólag Arduino kitek voltak a Little Bit-hez, de kiderült, hogy az pont nincsen, úgyhogy akkor addig mahinált a darabokra, amíg ki nem találta, hogy flippert épít. Én ezt megláttam, és azt mondtam, én is flippert akarok, vagy mi is flippert kellene, hogy építsünk, de dobjuk fel csomó minden jó dologgal, például legyen benne bumper, ugye ez aminek neki megy, és akkor fontot ad. Erre nagyon elkészültem, de végül semmi nem lett belőle, de azért sikerült egy tök jó flippert csinálnunk, amit iszonyatosan élvezünk, és amikor először eltaláltuk azt a részt, ami a pontot adja a labdával, akkor ez egy nagyon jó élmény volt. És mi alapvetően a Makerspace-ben ezeket az élményeket keressük, mi ezt alkotópedagógiának hívjuk. Annak ez az, hogy valamit, amire nem gondoltad volna, hogy megépítesz, mert fogalmat sincs róla, mi nem nagyon értünk ezekhez a dolgokhoz, és talán sikerül, akkor az úgy jó. Hogy is kell tovább menni, nem így. És hát nekiálltunk a munkának, ott a férfiak dolgoznak nedelővel, és hát szóval itt már az látszik, amikor először eltaláltuk a pontszerzőhelyet, de mit látjátok, azóta rengeteg mindent építettünk rá, van benne kihívás, ezt akartuk mindenképpen elérni, és hát az a jó hírünk, hogy mi ugyan most ilyen takarékrángon, de indítunk, és a Nagykovácsi Makerspace az rengeteg különböző műhelyt fog létrehozni, ahol nem csak Little Bits-el lehet dolgozni, hanem mindenféle más, ahogy mi hívjuk, modern alkotó technológiával, és ezeknek a kombinációiból alkotni lehet, és az alkotás felnőttnek, gyereknek egyaránt egy
szerintük egy nagy élmény, ami újabb és újabb alkotásra és magabiztosságra ösztönözi a felnőtteket és gyerekeket. Egyelőre ennyit akartunk elmondani. Nézzétek meg a weboldalt, februárban nyit a főépületünk, addig is lehet licebitezni nálunk, és hát ha véget ért most előadásunk, akkor az automata mellett ezt is ki lehet próbálni. Annyi a feladat, hogy 50 másodperc van, 50 másodperc alatt kell minél több pontot szerezni. Amúgy minden más logikusan érthető a flipperből. Kérdezzetek persze. Beépített ember. Igen, beépített ember, igen. Mondtok egy 4 órát a flipperre, amikor, ha már elraktad a diára. Amikor én elmentem tőled, akkor 5 óránál jártunk, és akkor van rajta egy fél négyzetméter szintvizetart. Mennyi van ebben a flipperre? Igen, 7, jó. Igazából lefügg az időt. Lefügg az időt, nekem egyáltalán tűnt fel, hogy ilyen rossz volna. Mi a csúcs, amit mennek a rosszabb? Mi a csúcs, amit mennek? Ja, 9, 9. 9 egyelőre. 9 pont. Igen. Mennyibe kerülne, hogyha ezt otthon szeretném összerakni a flippert? Azt mondja, hogy legalább 2 szintet vele kéne építeni. Ugye mi azzal vártunk Chapter-é, azaz talán magyar fordításban rendházával páholjá, hogy vettünk egy úgynevezett Pro Library-t. Ez egy olyan Littlewitz kit, amiben minden elem négyszer van benne, ez nagyjából 300 elem így összesen, és ezeket lehet kombinálni. Ebben a flipperben szerintem egy 40 elemet használtunk nagyjából, és azt hiszem, hogy ezt össze lehetne rakni 2 base kitből, és 2, vagy legalább 2 vagy 3 base kitből, és 2 szint kitből, tehát 2 hang kitből ezt a egy bizonyos darabot. De nem vagyok teljesen biztos, mert például van egy MP3-on játszva, amit külön meg kell venni. Ha, mennyi? Egyenként veszem. Hát Littlewitzet szeretnénk forgalmazni. Nem tudjuk most, nem hogy mennyi. Egyébként a Littlewitz van a per... $50? $500? Az alap $200. A szint kit $200, és az már egy nagyobb, tehát azt hiszem 350 a legnagyobb kit, a NASA kit, de nem vagyok teljesen biztos, abban már sok minden van. Szerintem ezt egy $200-ból össze lehet hozni. A Littlewitz honlapján pedig van egy konverter, hogyha te ezt saját cuccaidból akarod megcsinálni, nem a Littlewitz-el, akkor mennyibe kerülne, hogyha te forrazgatnád össze a kis nyákokat? Gazs, mondd itt. Mi az üzleti modell? Beszéljük. Köszönjük a kérdést. Az üzleti modell, hogy eljöttök, megtanuljátok használni ezeket a gépeket, már azért fizettek nekünk. Aztán, mivel nagyon megtanuljátok használni a gépeket, ezért tudtok ott maradni és még tovább dolgozni, alkotni, kerti bútortól, drónon keresztül, otthoni intelligens lámpáig, vagy amit kitaláltok. Ezért bérleti díjat, gépidőt fizettek, mint minden nyugaton bejáratott Makerspace-ben. És gyakorlatilag ezen kívül még kereskedünk, és egyéb forrásaink is vannak, amiből pénzt szerzünk. Ez egy induló dolog, itt Magyarországon szeretnék ezt is meghonosítani, mert közben mögötte van egy misszió is, tehát nem csak nem feltétlenül a pénz hajt minket, kicsit inkább ilyen non-profit jellegű a dolog, de tök még az előbbiek igazak, amiket mondtam, mert valamiből meg kell élni. Hisszük, hogy ez az alkotópedagógia, meg ez a maker movement, ez egy jó dolog, és ezzel gyakorlatilag az oktatást egy kicsit lehet fejleszteni. Tessék. Ilyen kézírás felismerős, önvezető autót össze lehet rakni? Valószínűleg igen, hogyha vannak megfelelő szenzorok. Egyébként maga a Littlewitz is fejlődik, tehát minden évben, talán gyakrabban, mint év, csinálnak olyat, hogy ha elegen szavaznak egy új bitre, akkor ezt megcsinálják. Tehát így jöttek be egészen ilyen különleges dolgok, mint amivel ugye ilyen cloud bit például, amivel meg tudod csinálni, hogyha kopogtatnak, akkor SMS-t küldesz magadnak, meg ilyen apróságok. Nem gondolom, hogy mit tudom, olyan bonyolult lenne rátenni egy kézírás felismerőnek a szenzorát, amivel aztán onnantól már csak a programot azt rá lehet tenni az Arduino-val. Igen? Nagy Kovácsi 7255 lakosából mekkora a célcsoport? Igazából többen laknak ennél Nagy Kovácsiban, a mi méréseink szerint legalább 10 000-en.
Elég erősen, hát szerintem legalább a fele, de lehet, hogy több célcsoport van, ugyanis gyerekektől nagymamáig jöhet bárki, próbáljuk gyakorlatilag gyerekekkel és felnőttekkel indítunk, de már a cégek is ott vannak a palettánkon, hiszen egy csapatépítő tréninget nagyon jól lehet ilyen dolgokkal megoldani, nem csak ezzel, hanem a többi műhelyjel is, amit láttad. Igen? Ha valamit összeraktam így ezzel, akkor utána ebből a termékesítés irányt is valahogy így támogatni lehet? Lehet támogatni. A Little Biz, mint említettük, prototípus készítésre is nagyon jó, tehát ki akarsz valamit próbálni, hogy ez hogyan működne, akkor azt letesztelheted. Nyilván, amikor ebből terméket akarsz csinálni, akkor valószínűleg nem Little Biz-et fogsz használni, de mi a Makerspace-ben tervezzük azt, hogy inkubációval is foglalkozunk valamelyest, és elkezdjük támogatni akár szakértelemmel, akár műszaki szakértelemmel, de akár üzleti szakértelemmel is azt, aki ebbe bele akar fogni. Ha nincs több kérdés, akkor köszönjük szépen a segítséget, ugye a figyelmet és gyertek!